Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és hát ahogy látjátok itt mellettem, végre elérkezett az alkalom, hozzám is megérkezett, hozzám is behajózott az idei év legnagyobb készlete, mégpedig a 10294-es Titanic set, amit természetesen a legúsztóbb Budapest és a legúsztóbb Magyarország biztosított számomra, tudjátok nagyon jól, ez a véleményemet nem fogja befolyásolni. Na szóval, hát először is azt láthatjátok rajta, hogy egy eszméletlen nagy dobozról van szó, ami eszméletlen nehéz is, majd ide kiírom nektek pontosan milyen nehéz, de hát így érzésre van vagy 15-20 kiló, úgyhogy hát így Lego alkatrész hiányban ebben a készletben nem fogok szenvedni, és hát igazából a mérete az kb. Megegyezik az általában a nagyobb UCS készletek dobozával, ugye ott van mögöttem most a Millennium Falcon, annak a doboza egy picivel kisebb, mint ez a Titanicos set, de tényleg nézzük is meg, hogy milyen részletek találhatóak ezen a dobozon, amihez sajnos oda kéne raknom magam elé. Hihetetlen nagy. Szóval találkozunk rajta a Titanic felirattal, természetesen itt van rajta a maga a hajó, amit összeépítettünk, ami egyébként 135 cm hosszú lesz, ami a leghosszabb LEGO készlet címét is elviszi, és 44 cm magas lesz. Kapunk egy LEGO feliratot, 18 pluszos a készlet, 10294-es és 9090 darab alkatrészt tartalmaz ez a set, és természetesen ugye ez egy 18 pluszos készlet, ezért megkapta azt a szokásos 18 pluszos dizájnját, és egyébként itt az oldalon láthatóak különböző közeli fotók a Titanicról. Még a másik oldalán, hát játékfunkciókat ne is keresetek ebben a készletben, bár azért itt-ott majd el lesz rejtve egy-kettő benne, de olyan kifejezett játékfunkció ebben a setben nincs, ez egyértelműen egy kiállítási darab. Itt a kisképeken bemutatja azt, hogy három részre majd szét lehet bontani, ezáltal egyszerűbb lesz majd vele közlekedni, hogyha egyik helyről a másikra szeretném pakolni, meg hát gondolom így lesz majd felosztva a különböző zacskókra az összeépítési folyamat, és van egy kis Titanic feliratunk is. De bontsuk ki. Na várjátok, ez hol nyílik? Ezt tetején kell kinyitni, nem az oldalán? Nagyon mondom. És ez már egy nagyon ismerős megoldás, bár itt azért kevesebb dobozzal találkozunk, mert mindjárt látjátok ti is, hogy miről beszélek. Hiszen egyből kivettem a hármas számú dobozt. Közvetlen mellette található a kettes számú doboz, és hát zárjuk a sort az egyes számú dobozzal, és egyébként látjátok rajta, hogy tényleg milyen prémium termék ez az egész, és azért van háromba szétszedve, most már értem, hogy miért van háromba szétszedve ez az egész, egyébként a doboz most már üres, remélem azért hallatszódik is, amit mondok, hiszen messze vagyok a mikrofontól, szóval azért van három így különböző dobozba rakva, hiszen három nagyobb részletre lehet szétbontani a szettet, ahogy már az előbb is mondtam. Kiborítom ezeket, és megszámoljuk, hogy mennyi zacseszünk van. Összesen 66 darab számozott zacskóval találkozunk, minden egyes dobozban találunk egy összerakási útmutatót, amiket ismét ezekbe a karton dobozokba raktak bele. Úgy néz ki, most már egyre sűrűbben fogunk ezzel a megoldással találkozni, most már tényleg csak azt nagyon várom, hogy mikor fogják teljesen kicserélni ezeket a egyszer használatos zacsikat tényleg most már papírzacskókra. Van egy kis, hát eddig még általam soha nem látott zászló megoldás. Egyébként ez egy teljesen új megoldás Legóiknál, azt hiszem eddig még ilyen zászlókkal nem találkoztunk, hiszen ez nem matrica, nem is Lego alkatrész, hanem egy ilyen érdekes műanyag hatás. Van néhány fehér hurkapálca-szerű anyagunk, és hát itt van az a három összerakási útmutató, ami hát mindegyikben van szépen számozza, például ugye ez a kettes számú füzet, meg itt van például az egyes számú füzet is, de egyébként mind a két oldal egy teljesen fekete füzet, és igazából ilyen sematikus ábrán rá van rajzolva a Titanicunk. Összesen, mindjárt mondom nektek, hogy hány oldallal gazdálkodunk, a hármas számú füzet 319 oldalas, a kettes számú füzet 215 oldalas, és az egyes számú füzet 257 oldal, de mivel ez egy Creator Expert-ös készlet, természetesen ezért találkozunk némi háttérinformációval a Titanickal kapcsolatban. Hogy esetleg nem tudtátok volna a történetét, amit szinte kizártnak tartok, akkor itt némi információt találtok ezzel kapcsolatban, hogy hogy is történt például az építése, hogy ez egy olimpik
klasszba tartozó hajó, aminek egyébként volt még egy testvérhajója is, és hát igazából utána már kezdődik is az építés. Arra vagyok még kíváncsi, hogy vajon mindegyiknek az... mindegyiknek az elején kapunk némi háttérinfót. Például, hogy a második füzetben a belsejét mutatja egy kicsit jobban be, és találkozunk az eredeti dizájnereinkkel. Tök jól fölöltöztették őket, tényleg ezek egészen jó megoldások, és hát akkor ezek szerint a harmadik füzetben is így van, például itt a decket mutatja be, hogy hogyan néz ki például az a néhány mentőhajó, ami sajnos nem annyi volt, amennyi lenni kellett volna. Elméletileg itt van egy fotó arról a bizonyos jéghegyről, és itt még azt is bemutatja, hogy hogyan néz ki ez a LEGO verziós szabadságszobor közvetlenül a Titanic mellett. Hát srácok, hideg élelmet ismét bekészítettem, szerintem egy olyan 20 óra múlva találkozunk, ami nektek pár perc lesz, nekem viszont kb. Egy hét folyamatos építés. Szerintem azért azt már egészen jól tudjátok, hogy a csatorna történetében már nem ez a legelső hatalmas nagy LEGO készlet. Ugye például itt volt a tavaly bemutatott Colosseum készlet, ami az év legnagyobb készlete volt, vagy a néhány hónappal ezelőtt bemutatott Barcelona stadion is. Hogy azok kiállítási darabként tényleg egészen jól működnek, viszont sajnos építési szempontból hát azért hagy némi kívánivalót, mert azért eléggé repetitívek azoknak az építése. Ez a készlet, meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, egyáltalán nem esik ebbe a kategóriába, akárhogy ez a legnagyobb készlet, ami idén kijött, egyáltalán nem unalmas az összeépítése. Igazából repetitív folyamatok nagyon kevésszer fordultak elő, ez igazából a középső részére igaz, de a két széle tényleg egészen frenetikus volt összeépítés szempontjából, úgyhogy itt élek a gyanúperrel, hogy nem mindegy, hogy melyik tervező által jönnek ki bizonyos készletek, hiszen az a másik két készlet nem ugyanattól a tervezőtől jöttek, mint ez a Titanic. Oly sokszor említettem már nektek, Mike Psyakinek a munkáit én eléggé szeretem, hiszen hogy a Creator Expertös vonalban a menőbb autókat általában ő szokta tervezni, és hát ezt a Titanicot is ő hozta létre, és eléggé látszódik is rajta, hiszen kiállítási szempontból is nagyon jó, viszont az összeépítési folyamat sem unalmas.
Na de hol is kezdjem először a bemutatóját ennek a gigantikus készletnek? Először is szerintem nézzük meg a száraz tényeket. 135 cm hosszú ez a hajó, 44 cm magas, és közel 9 kilónyi LEGO alkatrészt kellett belepakolni, és ezzel ez a legnagyobb készlet a LEGO palettájából, sőt, ez a leghosszabb LEGO készlet címét is elvitte, nem csak idén, hanem úgy nagy általánosságban, hiszen ennél hosszabb LEGO készletet még sohasem adtak ki hivatalosan. Na de ezek után szerintem most már menjünk is bele a részleteibe, először is nézzük meg például azt, hogy hogyan is néz ki a fedélzetünk, hiszen azt is remekül eltalálta a LEGO. Egyből itt az orrészénnél kezdenék, ahol eleve látszik azt, hogy tényleg mennyire ék alakúra sikerült ez az egész hajó. Ez tényleg LEGO elemekből összehozni azért eléggé hát becsülendő, tényleg nagyon szépen sikerült. Az órában található három vasmacska, pontosan ugyanúgy, ahogy az eredeti verzióban is találnánk. És érdekesség, hogy ezeket a vasmacskákat fekete virsli elemekből kellett összepakolni. Egyből található ott fölötte az a kis zászló, ami egyedileg készült ez a készlethez. Van egy kis darunk is benne, és ahogy látjátok, a borítás az egész fedélzetnek megkapta ezt a világos nugát színt, ami egyértelműen egy nagyon jó választás volt LEGO-éktől, hozza azt a kis korabeli hatást. Viszont itt azért vannak mozgatható alkatrészek is, hiszen attól függetlenül, hogy ez egy kiállítási darab, azért még bele sikerült nekik pakolni játékfunkciókat. Itt most rád nézett Tumblr készlet, hogy az is egy kiállítási darab, és mégsem sikerült bele semmilyen játékfunkciót pakolni. Itt van ez a készlet, és azért mégis belerajtettek egy-kettőt. Először is ugye itt vannak ezek a daruk. Darvak? Daruk vagy darvak? Hogy mondjuk ezt szépen? Tök mindegy. Szóval itt vannak ezek a alkalmatosságok, amivel a csomagokat és a különböző dolgokat emelték be a hajó belsejébe. El is érkezünk ide a híd részére, ahonnan irányították természetesen magát a hajót. Itt vannak az oldalán szépen egymás után sorba a mentőcsónakok is, amit sajnálatos módon ugye a hajó tervezésénél nem annyit pakoltak fel, mint amennyi kellett volna. Annak idején, amikor ezt a hajót tervezték, akkor még nem főszám szerint pakolták be, tehát nem az emberszám szerint volt megfelelően mentőcsónakozottság, hanem a vízkiszorítás arányában állították be a mentőcsónakoknak a számát, és hát láthatjuk sajnos a melléket példából, hogy ez éppen nem a legjobb megoldás volt. Aztán itt fölül találhatók a kémények, amik megkapták ezt a nagyon jó színkombinációt, alul ezzel a sötétebb sárga és fölül fekete színnel találkozunk, és még ki is vannak kötve, csak ugyanúgy, mint az eredeti verzióban. Viszont itt van egy kis érdekesség, ezt utána néztem a Titanicról, és csak az első három kémény működött ténylegesen kéményként, a harmadik igazából csak ilyen díszítési funkciót látott el, mert úgy gondolták, hogy elég bénán néz neki, hogyha hátul nem lenne még egy kémény is, így a szimmetriának engedve beraktak ide egy ilyen kamu kéményt, amiben egyébként volt még egy létra is, és simán tudtak közlekedni az ott dolgozók. És hogyha már itt vagyunk a felső részénél, azért nézzétek meg az árbócokat, amire eleve rá kellett rakni egy egyedi készítésű amerikai zászlót, és ez annyira egyedi készítésű ez az amerikai zászló, hogy még a korabeli csillagozottság van rajta, tehát nincsen rajta annyi csillag, mint a mai amerikai zászlóban. Itt található az a vezeték, aminek segítségével tudott kommunikálni a körülötte lévő többi hajóval, és hát végül így el is érkezünk a hátsó árbóc részünkhöz, ahol ugyanúgy megtalálhatóak azok a daruk, darvak, darukák, azok a kiemelő egységek, ugyanúgy itt is lehet ezeket mozgatni, és végül el is érkezünk a hajunk leghátsó részére, ahova ismét beraktak nekünk egy játékfunkciót, mert ahogy látjátok, itt ez a kis vezeték elég feszesen áll, viszont ez az építés közben hát eléggé így lógott, és nem is sejtettem, vagy nem is gondoltam arra, hogy ezt most hogy kell majd megfeszíteni, mert először csak próbáltam húzogatni ezt a madzagot, tehát ugye nem akart egyáltalán így maradni. Na most ezt erre találta ki a LEGO, hogy itt van egy ilyen kis fogaskerekünk, hogyha ezt az egyik irányba eltekeritek, akkor láthatjátok, hogy szépen ki lehet feszíteni ezt a vezetéket, és sokkal jobban néz ki, mint hogyha csak úgy simán belógna ide. És hát végül itt a hátulján találkozunk ismét egy egyedi zászlóval, ez a brit zászló, de külön fölhívnám még a figyelmeteket itt a felső részén, hogy azokat a kis padokat mennyire menően oldották meg, és igazából ki is tudok nektek venni egyet, bemutatni, hogy hogyan is néz ki ez az egész közelről, már tudnám, hogy melyiket kell kivenni, hiszen ezt az egészet csak így be kellett pattintani bizonyos részekre, így látjátok, most kivettem a közeli felvételen, most biztos látjátok, hogy hogyan is néz ki ez közelről, hogy egy első ránézésre én először meg sem tudtam mondani, hogy ez vajon mi is lesz, viszont miután betettem a helyére, egyből értelmet nyert az egész, milyen kis háttámlája is van annak a bizonyos kis padnak. Gondolom az nem ismeretlen számotokra, hogy a hajón különböző osztályok voltak, ugye a legalsó szinten, azon a fekete részen ott még eleve látjátok az ablakokat is, azok voltak a legalsó szintek, a legalsóbb osztályzatúak, és ahogy szépen haladtunk fölfele, úgy el is érkeztünk az első osztályú részekre, amiért a legdrágább pénzt kellett kifizetni. Ám de a szettünkben még található egyéb egyedileg készült alkatrész is, szóval nem csak a zászlókat készítették ide, hanem itt vannak egyedi
titanikus printeléseink, úgy az elején, ugyanúgy a hátulján is találkozunk Titanic Liverpool felirattal, ami ugye printelésére érkezett, ebben a készletben egyáltalán nincsen matrica. És ahogy elérkezünk a legalsó részre, láthatjátok, hogy nem a fenekén csücsül az egész hajó, hanem egy ilyen kis fa kiállítási, nyilván nem fa, hanem barna színű műanyag LEGO elemekre van az egész rárakva, de akkor is nagyon jó megoldás ez LEGO-éktől, hogy nem csak simán így a seggén ül az egész hajó, hanem valamire rá van téve. Tudjátok, én nagyon szeretem, hogyha vannak kiállítási talapzatok. Az összeépítés három különböző szakaszra kellett osztani az építés során is. Ahogy emlékeztek a videó elejére, összesen három darab összerakási útmutatónk is volt. Az elsőből az első részét, a középsőből a középső részét, és végül a harmadik füzetből pedig a harmadik részét, az utolsó részét kellett összeépíteni. Na de! Ezt egy nagyon okos megoldással a LEGO azt úgy megoldotta, hogy normálisan lehessen szállítani, bár azért a szállításon igazából probléma nincsen, hiszen simán meg lehet emelni ezt az egészet, úgyhogy akinek hát van elég izomzata, az simán föl tudja emelni, és egyik helyről a másikra tudja szállítani. Viszont, hogyha te így, vagy ti így nehéznek találnátok, akkor a LEGO itt alkalmazott egy egészen menő megoldás, hiszen ilyen kis zárakkal van az egész összekapcsolva, amit így első ránézésre már csak az is mennyire jó, hogy egyáltalán nem jöttök rá, hogy hol kell ezt az egészet szétválasztani, úgyhogy csak egy simán ránéz valaki, egyöntetűen látja ezt az egész hajót, viszont aki tudja, aki összeépítette az egészet, az pontosan tudja, hogy ilyen különböző zárak vannak berakva bizonyos részeire, ezeket, hogyha eltávolítjuk, akkor szépen szét lehet az egészet húzni, és akkor majd a belsejébe is bele tudunk kacsintani, hiszen nem csak a külsejét, hanem a belsejét is azért egész szépen kidolgozták. Na most itt ne számítsatok arra, hogy tényleg minden egyes részlet megvan az eredeti hajóból is, már ahhoz képest, hogy tényleg egy ilyen kiállítási darabról van szó, azért a belsejét is egész szépen kidolgozták. Én egyből kezdeném is az orr részével, amivel hát először is össze kellett építeni. Egyből itt látjátok a belsőben, hogy a különböző lakosztályok itt is egész szépen megjelennek. Ahogy itt látszódik, a felső szintről haladunk a alsó szintre, egyre gyengébb osztályú kabinokat kapunk. Még egy kis medence is található, és végül itt a legalsó szinten találkozunk a kazánnal, amit folyamatosan kellett fűteni, több száz ember folyamatos munkája kellett ahhoz, hogy a gőzgépeket, hiszen ez egy gőzhajó, folyamatosan üzemelni tudják, és egyébként valamelyik részében, azt nem tudom pontosan, hogy látszódni fog-e, de azt hiszem az a középső részében van, még megtalálható egy hatalmas nagy generátor is, és a leírás szerint, hiszen az összerakás útmutató még ezt is leírta, a leírás szerint a korabeli időkben ez a generátor annyi energiát termel, mint egy akkori városhoz szükséges volt, tehát egy átlagos várost simán el tudott látni árammal, ez az egyetlen hajó. Na de ezek után elérkeztünk a középső részhez, mint ahogy már mondtam is nektek, ez volt igazából a legunalmasabb része az összeépítésnek, hiszen itt gyakorlatilag kétszer kellett megépíteni szinte teljesen ugyanazt a részt, de azért itt nagyon jól látszódik, bele tudtok nézni a belsőben is, hogy ilyen rekeszes megoldásokkal van megoldva az egész. Hát nagyon hasonló, mint az eredeti hajóban is, hiszen abban is voltak ilyen hatalmas nagy üreges részek, pontosan ezért tudott úszni is a hajónk, és hát ezt igazából így nem tömör LEGO alkatrésszel oldották meg, viszont ennek is a felső részén ugyanúgy találkozunk a különböző kabinokkal, és hát még itt a másik részén is ugyanúgy találkozunk a kabinokkal. És hát végül elérkezünk a hátsó részéhez, ami a legizgalmasabb volt építés szempontjából, már csak azért is, mert itt vannak a működő gőzgépek, amik összesen 50.000 lóerő nyomatékot tudtak biztosítani ennek a hajónak, és hogy ezt működésre tudjuk bírni, még ilyen kis fogaskerekek is vannak ide rakva, tehát hogyha ezt itt megtekerem, akkor eleve látjátok, hogy ott forognak a dugattyúk, viszont nem csak a dugattyúk fognak mozogni, hanem hátul a hajócsavarok is ugyanúgy fognak mozogni, hiszen három hajócsavarral találkozunk, ugyanúgy, mint az eredeti verziójában is, bár itt van némi eltérés, mert ahogy én olvasgattam utána, a két szélső az három lapátos volt, csak ugyanúgy, mint itt, viszont a középső azt hiszem négy lapátos volt, itt a LEGO csak egy ilyen három lapátos tett bele, igazából ez nem annyira nagy probléma, viszont ezeket ki is tudjuk venni, és közelebbről meg is tudjuk nézni, közelebbről be tudjuk indítani ezt az egészet. Eszméletlen megoldás ez LEGO-éktől. És végül, de nem utolsó sorban el is érkezünk a leghátsó részéhez, ahogy már az előbb is mondtam nektek, ugye ott a hajócsavarok találhatóak, és plusz egy mozgatható alkatrész, hiszen a hajó lapátot is tudjuk egyik irányból a másikba mozgatni. Ja, és még mielőtt elfelejteném, van hozzá egy kis plakettünk is, amire természetesen a Titanic felirat van fölrakva, aminek először meg kell, hogy mondjam, nektek egyáltalán nem voltam nagy rajongója, kicsit egyszerűnek tűnt ez a készlethez, viszont most már, hogy így összeépítettem, és így látom a kettőt egymás mellett, azért az tök jó, hogy így korabeli még a kis
plakettünk is hozzá, nem egy ilyen modern UCS plakettet kaptunk, hanem tényleg még a fontok is olyanok, amilyenek abban az időben akár lehettek is. Összességében, srácok, ezzel a titani készlettel megérkezett a LEGO készletek királya, az összeépítési folyamat nagyon élvezetes volt, kiállítási szempontból gondolom már nem kell többet beszélnem róla, hiszen eladja magát a készlet, a belsőt is gyönyörűen kidolgozták, egész jó megoldás volt, hogy ilyen microscaled részleteket találtunk benne, még külön a gőzmotrokat is tudjuk mozgatni, ezáltal még játékfunkciók is vannak benne, és akkor zárójelben jegyezném meg azt, hogy így szét lehet három részre bontani, amiket ilyen titkos megoldásokkal oldott meg Mike. Tényleg, Mike Psyaki for President. Nos, srácok, hát ez volt a 10294-es titani készlet bemutatója. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok, a lájkokat ne felejtsétek el. Ha még nem vagytok feliratkozva, akkor légy szíves, tegyétek meg, hiszen ezzel tudtok a legtöbbet segíteni a csatornának, ezzel tudok én is tovább fejlődni, és a LEGO Store Budapestnek és a LEGO Magyarországnak szeretném még egyszer megköszönni a lehetőséget. Nélkülük ezt a gigantikus szettet nem sikerült volna összeépítenem. Addig is, srácok, jók legyetek, találkozunk a következő adásban. És hát addig én megpróbálok helyet találni, hogy igazából hova is tegyem ezt. Ez a legnagyobb negatívum ennek a készletnek, hogy akkora, vagy egy kis apartmanban helyet találni neki, az nem egyszerű. Szevasztok!